Sziasztok, Peti vagyok, az Ava Group média csatornát nézitek. Én a Yeti a hegyről. Most már lassan egy éve nem volt fönt új videó, viszont a mosógép és mosogatógép szerelős videók annyira bejöttek nektek, hogy ismételten itt egy videó, mégpedig egy Siemens mosógépnek ezt az ajtó gumitömítését fogjuk kicserélni. Ugye, miért van erre szükség? Mégpedig az E23-as hiba miatt. Mi az E23-as hiba? Az azt jelenti, hogy a gép aljában van egy tálca, a tálcában van egy érzékelő, és ő érzi, hogyha víz van a gép aljában, tehát valahol ereszt a gép. Ennek az eresztésnek a leggyakoribb oka az, hogy a mosógépnek ez a gumi tömítése, megmutatom. Ennek a hibának a leggyakoribb oka az, hogy ez a gumi tömítés itt ki van lukadva, ott látszik rajta egynél több méretes luk, tehát az ujjadat bele tudod dugni. Itt áll a víz, mint ahogy látszik is, és ez a víz folyik be a gép aljába, ami az E23-as hibát okozza. A hiba javításához szükségetek van egy csavarhúzóra, vagy egy akus behajtóra, de nagyon fontos, majd amit mondok, nem szabad teljes erővel csavarni ezeket a csavarokat, tehát vissza kell venni a csavarnak, a behajtónak a nyomatékát. Majd megmutatom, hogy nyilván a behajtóhoz kellenek megfelelő bitek, ehhez a géphez, ha jól emlékszem, tork 25-ös bitre van szükség, de azt is elmondom, nyilván a cseredarabra, ehhez a géphez, ugye kicsit menjünk bele, ez egy Siemens gép, de azt tudni kell, hogy a Siemens és a Bosch az egy és ugyanaz, tehát ezt az alkatrészt ugyanúgy használják Bosch gépek, mint Siemens gépek. Leginkább fotó alapján tudjátok kiválasztani, mert van 600 féle ilyen gumi, és érdemes hozzá rendelni ezeket a feszítőket is újonnan, mert benne van az árába. Ezért 55 eurót fizetünk ezért a gumiért, a feszítő gyűrűkkel együtt. Akkor vissza a szerszámokhoz, kicsit csapongunk, régen volt videó. Kell hozzá egy fogó, amivel majd azokat a rugós szorítókat kihúzzuk, illetve látom, hogy kelleni fog egy belülről torxos, úgyhogy nem kell hatlapfejű csőkulcskészlet, de amúgy készültem csőkulcskészlettel is, illetve én a térdeimnek az óvására használok egy ilyen térdelő cuccot, amit jól emlékszem a normába lehetett kapni valami potom pénzért. Jó, úgyhogy jöjjön az intro, azt álljunk is neki. A legelső lépés az, hogy természetesen elzárjuk a vizet, és kihúzzuk a gépet az áramból, hogy ne basszízzon meg minket az áram, miközben szerelünk benne, és nyilván azért, hogy ne szakadjon el itt a menet, ezt le is fogjuk tekerni, most nem tudom, hogy a hátsó vagy az első ez a mosógép, de oldani fogjuk a víz csatlakozást is, nehogy kirántsuk a falból a sarokcsapot, mielőtt elkezdjük. Amennyiben ugye azzal kezdtitek a mutatványt, hogy az E23-as hiba létezik, tehát még a gép érzékeli a vizet az aljában, akkor, bocsánat a liegését, csak ki kellett forgatom a gépet, ezt a lemezt le kell szedni, ehhez mindjárt mondom nektek, tehát ehhez Torx 20-as csavarokra van szükség, revidálom önmagam, tehát Torx 20-as csavarokkal ki kell oldani ezt a sort csavart egészen idáig, tehát még egyszer, ezt a sort itt végig, itt van 1, 2, 3, 4, utána megint föngülegesen ezt a sort, és alul van még kettő, hol az ujjam, ott van egy, meg ott van egy csavar, ezeket kiveszitek, a hátfal nem fog leesni, mert ezen a kampon lóg,
simán lementek a hátfalat, nagy űr van mögötte, és nedve vagy száraz rongyokkal kimeritek belőle a vizet a tálcából. Én lusta voltam, és én nedves porszívóval szívtam ki, összeraktam, és már nem is volt hibakód. Természetesen egy kicsit hanyatt is dönthetitek a gépet, és akkor a víz hátra szaladott, ahol ti éppen törölgetitek, szállítgatjátok, és akkor jobb lesz az eredmény. Tehát akkor nekiállhatunk kiszedni a régi gumitömítést, és kicserélni az újra. Ezt oly módon csináljuk, hogy itt látszik ez a gumi feszítő, vagy rugós feszítő. Ugye, ha megnézzük az ujjat, akkor erről az alkatrészről van szó. Érdemes megjegyezni, hogy hol volt a rugó, tehát itt az ajtó felől. Ez simán egy gyűrű, ami a rugóval össze van feszítve. Tehát fogunk egy fogót, és szépen lehúzzuk azt a gyűrűt a gumi peremről. Így néz ki a régi feszítő gyűrű. Igazából berakhatnánk a régit, de ugye mivel kaptunk zsírújat az új gumitömítéssel, ezért az újat fogjuk betenni. Most már csak le kell húzogatni a gumitömítést a peremről. Az ember azt hinné, hogy milyen könnyű dolgunk van, kész is vagyunk, de sajnos itt van egy csatlakozó, illetve van még egy ilyen gumi feszítőnk, vagy rugós feszítőnk belül a dobnak a peremén, ahol melyik itt fogja a gumitömítést. Ahhoz, hogy ide eljussunk, le kell bontanunk a gépnek a komplett elejét. Nem egy nagy vasziz, de azt mindjárt megmutatom, hogy hogy megy. Ahhoz, hogy a gépnek leszedjük az elejét, le kell szedni előbb a tetejét. A teteje két Torx 25-ös csavarral van rögzítve, egy ebben a sarkában, a másik pedig, na, hol az ujjam? Ott abban a sarkában mutatom azonnal. Ha a csavarokat eltávolítottuk, akkor a tetejét a mosógépnek csak meg kell húzni hátrafele. A következő az, hogy kiszedjük a mosópor tartót, ami ennek a kék kalantyúnak a lenyomásával történik, meg egy kis erőszakkal. A következő lépés az, hogy ezt a négy csavart, bízom benne, hogy Torx 25-ös, ki kell csavarnunk, azért, hogy majd ki tudjuk szabadítani az előlapnak a felső élét. Az első akadály, amit meg kell oldanotok, az, hogy azok a csavarok túl mélyen vannak ehhez a fajta bithez. Ezért nálam, és ajánlom, hogy nektek is legyenek ilyen hosszú bitjeitek. Mindjárt megnézzük, hogy van-e benne Torx 25-ös, de úgy néz ki, hogy lesz. Következő az, hogy eltávolítjuk az alsó fedelet. Mutatom. És most elérhető az a csavarot, meg az a csavarot. Ezt az előlapot
már csak műanyag klipszek tartják, méghozzá ittben, mutatom, ez az a fehér klipsz, meg az a fehér klipsz ott fölül. Tehát most, hogy lejött az előlap, igazából leoldhatnánk ezeket a lábeleket, de nincsen rá szükségünk, mert valójában nekünk csak arra és arra a csavarra van szükségünk. Most, hogy az a két csavar ki van szedve, most már játszik könnyedséggel, lejön a gép eleje, de vigyázat, még vannak csövek és kábelek, amikkel csatlakozva van, például a zár, elektromos kábele, meg a mosószer befolyó kábele a gumiba, tehát óvatosan, de csak le kell emelni, és ezeket ki kell húzni. Ezt akár így is hagyhatjátok, hogyha a kábeleken nincsen túl nagy erő, vagy simán ki lehet húzni ezt a szürke dugajt innen. Én leszedtem az előlapot, három kábellel van rögzítve, azért, hogy itt a forgatásnál jobb legyen a kép, de nektek nem feltétlenül muszáj. A következő lépéshez kelleni fog mind a két kezem, nem fogom tudni nektek fölvenni. Itt ezt egy fogóval csak össze kell, talán meg tudom csinálni félkézzel, össze kell nyomni és lehúzni, és akkor kijön ez a cső. Ez pedig egy szenzor, ami csak bele van dugva a gumiba, tehát két kézzel ezt a műanyagot simán ki kell húzni a gumiból. Így néz ki a cső lehúzva, a gyűrűt ugye nem dobjuk el, illetve így néz ki a szenzor. A szenzoron van itt egy ilyen kis műanyag bizbasz, ami ebben a lukban volt, és ott van belül a második rugós feszítő, amit szét fogunk oldani. Ez egy kicsit másmilyen, mint amilyet az új gumiharanggal kaptunk, majd eldöntjük, hogy ezt rakjuk-e vissza, vagy az újat. Ezt lehúzom, és akkor lehúzhatjuk az egész gumimancsettát a mosógép dobról. Javaslom, hogyha már itt jártok, akkor takarítsátok meg amennyire lehet ezt a részt, hisz a következő 10-20 évben senki nem fog itt utánatok járni. És akkor nézzük meg a balesetest. Itt van az a luk, és olyan, mintha megolvadt volna a gumi a ruk körül. Ha nagyon húzom, akkor ez itt még tovább nyúlik. Valami vegyszer vagy az idővas foga megette ezt a gumitömítést. Nekiállhatunk összerakni a készüléket. Az első, amire oda kell figyelni, hogy ez a három luk ezzel a három lukkal legyen vonalban, és van még mit takarítani rajta, majd mindjárt, és azért van rajta ez a cucc, hogy mutassa neked kívülről, hogy ez legyen lehetőleg ittenél a fekete pontnál. Az első lépés az, hogy ezt a belső peremet föntről, bentről rányomjuk a készülék házának belső peremére,
És addig kell forgatni, ameddig egyrészt ez a helyre nem kerül, és itt érezzük is, hogy már nincsen benne pupli. Most pedig a külső peremet húzzuk rá erre a műanyag peremre, körbe, teljesen körbe. Akkor győződhetünk meg arról, hogy jól csináltuk a dolgunkat, hogyha itt körbe a súlyok között ugyanaz a résztávolság, akkor lehetünk biztosak abba, hogy mindenhol bepattant a gumi a helyére körös körül. És ellenőrizzük le belül is egyszer körbe, hogy jól sikerült-e. A következő az, hogy berakjuk a szenzort és csatlakoztatjuk ezt a csövet. A cső akkor van jól installálva, hogyha ez a műanyag itt ebben a vágatban van, illetve a szenzor pedig akkor van jól beszerelve, hogyha az a kis műanyag darab ebben a lukban helyezkedik el. Most egy kicsit már messzebbről fogjátok nézni az eseményeket, hisz nem maradt más hátra, mint minden csavart visszarakok a fordított sorrendben, mint ahogy szétszedtük. Ezt valahova leteszlek benneteket, és akkor gyorsítva megnézitek, hogy mit hova. Jó? Persze senki nem szólt, hogy a belső gyűrűt nem raktam föl. Úgyhogy előbb azzal kezdünk, hogy megint leszedjük a csövet, meg a szenzort, ráhúzzuk a gyűrűt, és utána összerakunk mindent. Köszi, hogy szóltatok! Most jön az, hogy a nyomaték szabályzását a behajtónak, ha a behajtóval csináljátok, 10 alá, jó? Állítsátok. Ezek a csavarok, erre hol van? Ezek a magas menetemelkedésű csavarok, a felső két csavar, mert ők műanyagba csavarodnak.
Most már csak az új külső gyűrűt kell fölrakni, és kész a készülék. Beakasztjuk a gumi peremet a fémperembe. Na, tehát kész a mosógép, vissza kell rakni a helyére, be kell dugni, és kész vagyunk a munkával. Innentől várhatóan egy jó darabig nem fog előjönni az E23-as hiba, illetve nem lesz víz a gépnek a alsó tálcájába. Ha tetszett a videó, iratkozz föl, nyomd meg a kis harangot, és oszd meg ezt a videót Facebookon, Twitteren, ahol csak akarod, hogy minél több emberhez eljusson, mert azzal segítesz a csatornának a legtöbbet. Sziasztok!